Kellemes hangulatban, jó borok, finom falatok mellett nyitották meg a topolyai brinzaborászat új borkóstoló termét, amely 50 személy befogadására alkalmas. 14 hektáron 8 fajta szőlőt termeszt a topolyai borászat. Többféle fehér és vörös bort is előállítanak pincéjükben. 65 ezer liternyi bort készítünk pillanatnyilag. Ez a teljes kapacitásunk. 100 ezer liternyi bort tudunk minőségesen raktározni. Egy része 30% a barikhordós érlelést kap, a többi 65% pedig reduktív technológiával, modern technológiával, irányított terjesztéssel kerül előállításra és utána forgalomba. Úgyhogy egyelőre itt tartunk, 10 évnyi kőkemény munka után. Az új teremben akár egy autóbusznyi turista, tehát nagyobb csoportok is kényelmesen elférnek, akik pedig a borkóstoló után a helyszínen kívánnak éjszakázni, erre is lehetőségük van. 50 személy befogadására képes, és borkóstolásra lett tervezve, bemutatjuk a borpincét, és ezen belül kóstolunk borokat, most lehet háromfajta, lehet többfajta bort, lehet kísérővel, különféle kanapékkal, ami különféle borokhoz, különféle kanapékat látunk elő, amik illenek a borokhoz. Vannak fehér boraink, rozé és vörös borok. Az új borkóstolóterem a Prosperitáti Alapítvány támogatásával valósulhatott meg. Emellett új szőlőültetvénnyel, gépekkel és tartályokkal is gazdagodott a pincészet. Ennek a ma látható projektnek egy jelentős részét, egy fázisát pályázták le. 25%-os önrészsel 3,2 millió dináros projektet valósítottak meg. Majd tovább léptek, és újabb fázis megvalósítása önerőből kerek egészét tették ezt a projektet, és ma Vajdaság borutainak egyik, azt gondolom, hogy jelentős állomásán vagyunk, a vajdasági turisztikai kínálat egyik újabb elemét nyitottuk meg ma. Több tucat turisztikai fejlesztés valósult már meg Vajdaságban a Prosperitáti Alapítvány támogatásával, különböző vállalkozók, falusi szállásadók, illetve civil szervezetek felkarolásával. Az ügyvezető aláhúzta, egy olyan kiemelt fejlesztési irányvonal kidolgozásán munkálkodnak, amely átfogóan és széleskörűen egységében kezelné a térség idegenforgalmát.